Korábbi műsorainkban többször beszámoltunk az Anyaországi Rákóczi Szövetség egész Kárpát-medencét behálózó programjairól, a magyar nemzeti identitást erősítő rendezvényeiről. Ott voltunk családi napokon, vagy amikor a magyar iskolába járó elsősök iskolatáskát kaptak ajándékba. Részt vettünk diákoknak és pedagógusoknak szóló nyári táborokban, de bemutattuk azt is, hogyan ismerkedtek meg hazájuk történelmével a világ távoli pontjain élő magyar fiatalok a magyarországi diaszpóra táborokban. Ahogy az elmúlt években, idén is a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmával rengeteg középiskolás fiatal indult volna rákócis diákutazásra, azért, hogy bejárva a történelmi Magyarország területét, barátságokat kössenek és átéljék a nemzeti összetartozás érzését. Azonban a koronavírus járvány gyors európai terjedése miatt a 120 iskola 6000 diákjának otthon kellett maradnia. Ezeket az utazásokat kénytelenek voltak felfüggeszteni az iskolák, mi pedig azt ígértük mindenkinek, aki pályázott, hogy akkor, amikor majd a helyzet ezt lehetővé teszi, akkor az utazások pótolhatók. Nyilván, ha itt előre nézünk, akkor az is elmondható, hogy a Rákóczi Szövetség kénytelen volt zárójelbe tenni valamennyi tavaszi rendezvényét. Mivel a programok, közösségi rendezvények a személyes találkozásokon alapulnak, a Rákóczi Szövetség a kialakult helyzet miatt stratégiát váltott, azért, hogy küldetésüket a továbbiakban is folytathassák. Szeretnénk felgyorsítani azokat a terveinket, amelyek akár a középiskolás vlog, akár az egyes vetélkedőink digitalizálásához kapcsolódnak. Ezeket most gyakorlatilag nagyon rövid időn belül szeretnénk napirendre tűzni és megjelenni ezekkel az online térbe annak érdekében, hogy mindenki, aki velünk kapcsolatban áll, az egyrészt érezze azt, hogy a Rákóczi Szövetség az továbbra is végzi a munkáját, próbálja azt a közösséget szolgálni, ami itt a Kárpát-medencében, illetve a nagyvilágban él és magyarul beszél. Elsőbben a középiskolásoknak szeretnénk olyan tartalmakat gyártani, amivel az otthon töltött időhöz hozzá tudunk járulni ahhoz az oktatáshoz, ami most az online térben zajlik. A Rákóczi Szövetségnek 28 ezer tagja és több mint 500 helyi szervezete van a Kárpát-medencében. Csáki Csongor úgy látja, ha a személyes találkozásokról most egy időre le is kell mondani, virtuálisan vagy telefonon lehet tartani a kapcsolatot. Ha összekapaszkodunk, ha úgymond átöleljük a Kárpát-medencét, ha azt érezzük, hogy vagyunk egymásnak, hogy tudunk egy-egy jó szót mondani egymásnak, ha a barátságunkat, a jó érzésünket azt kifejezzük egymás felé, én azt gondolom, hogy ebben az időpontban, ebben a nehéz helyzetben ez a legfontosabb. És ha ezt azok felé is megtesszük, akik adott esetben most Kárpátalján vagy bárhol a határon túl úgy érzik, hogy bezárult körülöttük a határ, vagy akár itt Magyarországon is, hiszen a határok nem átjárhatók, érezze mindenki azt, hogy ez egy ideglenes állapot, hogy ez el fog múlni, és utána is lesz élet, és lesz magyar élet. És hát a mi közösségünk is boldog lehet és büszke lehet arra, hogy ebben a nehéz időben is összefogott, összetartott, és nem hagytuk el egymást itt a Kárpát-medencében, mi, akik magyarul beszélünk és magyarul gondolkozunk. A Rákóczi Szövetség elnöke szerint ez az időszak jó próbatétel lehet arra, hogy kiderüljön, milyen erősek a kialakult kötelékek. Arra bíztat mindenkit, hogy a személyes találkozáskor megismert barátait most az internet és a telefon segítségével keresse föl.